A gyász még ma is tabu, nem szívesen beszél róla az, akit érint. Nehéz vele megbirkózni, de van segítség. Monostori Marcsi asztalánál mindig ült valaki a pozitív napon, sokan érdeklődtek tevékenysége iránt. 13 éve praktizál, transzpersonális légzésterápiával is foglalkozik, emellett gyászfeldolgozó csoportot vezet. Foglalkozásai során olyan önsegítő folyamatokat támogat, amelyek megértést nyújtanak a fájdalomban. 3 éve csinálom ezt a gyászterápiát, gyászfeldolgozó csoportvezető vagyok, és minden évben körülbelül 4-5-6 jönnek. És tehát most ez a harmadik év, amikor csinálom, de nagyon jó, tehát nagyon-nagyon jó visszhangot hallok. Tavaly is volt egy hölgy, aki az idén is jött. Azt mondta, hogy ő jobban van sokkal, de ő szeretne, mert ő annyira várta már, hogy erről tudjon beszélni, kinyíljon. Volt olyan csoport, aki ilyen dolgokról tudott beszélni, mert ezt mindenhol nem lehet. A csoportban 10 alkalmat szabnak meg, 2 hetente egy délután több órás foglalkozást tartanak. A gyászolókkal sok gyakorlatot végez Monostori Marcsi, és a második találkozás után bezárja a csoportot. Nem érkezik és nem távozik senki, így belsőséges és diszkrét lesz a kapcsolat. Érkeznek fiatalok is, vannak olyan 20 évesek, 30, aki úgy nem tud tovább lépni az életében. És azok is olyan, az első évben, 3 évet csinálom ezt a gyászcsoportot, az első évben például volt egy kis hölgy, akinek legalábbis legtöbben úgy voltak 20 éve, 15 éve haltak meg a szülők, vagy valaki olyan, és egyszerűen nem tudott tovább lépni. És volt egy olyan 20 éves, volt 70 éves, volt 50 éves, tehát olyan nagyon vegyes a csoport most is. A csoport hozzásegíti a gyászolókat ahhoz, hogy megélhessék érzéseiket és kérdéseikre választ találjanak. A sorstársak tapasztalatainak tükrében a lehetőségek felismerése is könnyebb. Az önismeret fejlődésével a gyász lezárása után az élet új alapokra helyezhető.